Sziasztok! Itt vagyunk Pécsvárat és Pécs között valahol. Pécs külváros. Ja, hát igen, ez a lezárt híd. De nem is azért... Nem is csak simán lezárták, hanem szöges dróttal, mindennel. Tehát ezt nagyon lezárták, hogy biztos nem menjen erre senki. Mert nem tudom, ez miért fájt, valószínűleg a helyiek átjáróházat használták. Hát de mondjuk ennyire nem tudtak lezárni még olyan hidat sem, amelyik már tényleg ilyen összedőlés határán van. Nem, de ez ugye az a baj, hogy villamos felső vezeték fölött megy. Szerintem az a bajuk. Ez villamosítva van. Ja, mert tényleg alattunk van még egy vonal. Igen. És ott meg ott van villanyvezeték. Hát meg fölötte is vagy egy villanyvezeték. Egy 120 kV-os. Na jó, de az fölötte van. És nézd meg, de dupla, de tehát ráadásul van az a dosdás vasadás, de még egy ilyen másik is van. Igen, mondom, itt azt szerintem a felsővéték miatt baráztak. Ja, hogyha itt azért ledől a híd, akkor nehogy rássen valaki. Na és akkor itt a híd rács nélkül nézve. Hát mondjuk eléggé korthat valóban, és hát tényleg mondjuk itt valaki leesik, akkor... Mindentől az egészen biztosan lehetünk mondani, hogy azt járni, hogy nem találkozunk a pályán. Hát az biztos. Tehát nyugodtan elsétálhatunk Pécsváradig. Úgyhogy, Vikári, hogyha ezt a videót nézed, akkor igen. Ez egy biztonságos vonalbejárás lesz, úgyis erről beszéltünk a múltkor. Itt biztos nem fogja jönni vonat. Úgyhogy ilyen helyeken bátran lehet vonalat bejárni. És egyébként a pálya meg ezért betonaljas, majd 48-as sinek vannak, ha jól látom. Igen, de és TU betonaljak, tehát ez nem is a legrébb is. Hát jó, mondjuk úgy látom fatiplis, tehát ez az egyetlen baja, hogy fatiplis és nem műanyag. De hát akkor haladunk tovább, ott már a dzsumbúj van. És egyébként a következő az már Pécsgyárváros, de... Tervünk az, hogy elmegyünk Pécsre addig. Bár ezt még az eső lehet, hogy keresztül húzza, mert... Nagyon szakadt az eső akkor is, mikor ideértünk, de most aláfagyott, úgyhogy azért is mehetünk elindulni. Az. 30-as szervénykő. 3 kilométerre vagyunk ezek szerint a vonal kezdőpontjától, és rohadt messze Pécsvárattól. Hát olyan 230-as környékén várható Pécsvárat, tehát egy 223-nál van, szóval 224-nél. Hát mindegy, egy 20 kilométer, az még van előttünk. De laza. Az biztos, egy alakjelző volt. Hú, hát meg azt néznek, ott a Billy. Hát reméljük! Hát igen, na itt van a vasúti átkelő, gyárváros előtt. Azért a az átjáróba kicserélték gumielemesre. De meg a fénysorompónak a maradványát nem látom, hogyha volt. Lehet, ja, de tekerősorompó se hiszem, hogy volt. De nézd meg, és betonaljak. Szóval az optis stabilizátor nem szereti a törölgetet. És ott arra tovább van Pécsgyárváros. 3-as, 34-es szervénykezet. És még az egyik pad megvan. Legalábbis a tartó része. Minden itt, aha. És itt hol volt a váróterem? Micsoda? Vagy volt egyáltalán? Micsoda? Szolgálat se volt? Hát valami épület csak volt. Hát annó biztos volt szolgálat, de... Hát hogyha volt sorompós átjáró, akkor azt innen kezelhették. Kivéve persze, ha ugye fénysorompó volt. Hát de a fénysorompó előtt is volt tekerős valószínűleg. Ádi, akkor egy tiszta kabátom, kiveszem a kocsiból, elvizetem. És megtaláltuk az első nagyobb műtárgyat. Szóval mi útnak a felüljárója. Mellettünk a patak. Ja, hát egy patak, igen. Na most egy kicsit jobb lett a helyzet, most már itt egy ösvényen lehet haladni, de előttünk viszont ott van megint a nagy susnyás. Itt tele jó rámosta. Mennyi pet palaszk? Igen. Ez van, nem tudom, de ez biztos... Jó volt a Tesco-nál? Valószínű. Nem, ez szerintem sütőolaj. Ez szerintem sütőolaj. Elhasznált sütőolaj. Na itt vigyázzatok, mert itt azért vizes a pálya.
Igen, itt kacsog a vízbe. Igen, a talfákra kell lépni, vagy a betonra. Hát igen, ez most egy ilyen érdekes, ez pláne, hogyha a következő 20 km is ilyen. Akkor ötöt se fogunk ma menni. Hát akkor nem. Akkor nem haladunk. Viszont ha minden igaz, akkor a következő állomás is csak 1 km-re van. Úgyhogy annak meg már lassan itt kéne lennie. Hát én a vasútállomások.hu néztem a vonaltérképet. Hol találkozni a Gáborra elvileg? Hát az már nincs 1 km. Most már csalánom is van. Kicsileg egyet. Ja. Csalán az eddig is volt. Menjünk tovább. Szerintem ameddig bevágásban van a vonal, addig a helyzet nem sokat fog javulni. Viszont kisütött a nap. És ez itt a vasút, amit éppen elmosott a patak. És nekünk arra kéne tovább menni. Hú, és ott maga mellé nézni, most még a nap is süt, de arra fele az nem túl biztató. Ott a sín. És ott a sín, igen. És ott mossa a patak. És betonaljak. Igen. És ez itt egy átevesz volt? Csak eldugult. Amit a mellékelt ábra mutatja. Ez itt a 64-es vonal, az ott egy eldugult átevesz. A oldalt, ez pedig itt a következmény. Azt hiszem, hogy ez magáért beszél, és fogok zsákokkal sikeresen. Hát ez igen. Megyünk tovább, és itt még van egy váltó is, csak a gazban nem látszik. De van itt egy váltó is. Egy maga elterelt a patakot hamuháznál, hogy a pályát vissza tudja állítani. Egy maga, hát nem két nap alatt csinálta, de megcsinálta. Ja, az ott szemben az a panelgyár volt? Ja, az volt. Az ott, ugye? Az volt a panelgyár, és akkor gondolom, biztos, hogy vezetett be ide valami pézsvány, és akkor meg ide is. Hát itt is a kiágazás az látszik, de hogy... Hol tűnik el a gazba, az nem. Na, menjünk. Következő állomásnak a jelzője? Itt felsőjén lehet valószínűleg. Na figyeljetek, meg csaló. Na mi a helyzet? Tényleg ott egy jelző. Előjelző. Na, hát akkor majd mindjárt tovább megyünk. Megérkeztünk Pécs felsőnek az előjelzőjéhez. Még a gárd, azt még nem mondanám, hogy a Pécs felsője, de... Hát akkor melyik? Tudom én. De előjelző ott van az eljé. Hát tudom, hogy előjelző, azt látom. Igen, csak hogy kié. Majd kiderül, ha arra megyünk. Pécs felsőjé lehet. Nem, mert lehet más kiágazása is, Pécs felső még odébb van. Ide nem. Pontosan. Például, na, amikor a még, mint az imént látott felvételen néztük 2001. 4. 24. Igen. Bézével. Még kilátszott az a híd is a gazból. Várja már! De ez a másik híd, ez rajta van a filmen, vagy ez már nincs? Hát nem tudom. Ez két híd van egymásban, és szerintem a filmen még ez a híd megvan. Peteg a bélyén rajta van. Akkor az enyém az későbbi. Igen, igen, mert azért csak egy hídat láttunk. Ez a régi, ezt el is bontották aztán. De ez milyen híd volt? Ez is gyalog híd volt? Ez volt a közúti, az a gyalogos. Ja. A közúti híd volt. Ja, és a másik volt a gyalogos. És az még járható? Hát helyjel közzel. Az előző, az még járható a gyárváros itt. Mert ott volt a műtermünk, ezt... Hát lehet, hogy nincsen lezárva. Tényleg ilyen dzsungel feeling egyébként. A itt, András, itt jön egy annyira durva rész, hogy ezt elképzelni nem lehet. Tehát engem is ledöbbentett. Most aztán én? Utána jön a kultúrát szakulátét. Nem itt haza a reklám. De erre amúgy mekkora forgalom van? Nem hiszem, hogy olyan hatalmas nagy lenne itt az erdőbe. Ezeken a hidakon. Mindig húsz hátra. Szerintem a kikeső járat. Ja, hát gondolom, hogy van itt valami a környéken. Szevasztok túlélők! Hello! 64-es program. Önk. 64-es mosóprogram. Haladunk. Ütközzük össze így. Ja, 45. És kicsit nehéz volt az idemezítő szakasz. Innen állítólag jobb lesz, hát meglátjuk. Garantáltan jobb lesz. És az ott a gyalogos így. Mondom, hogy nehéz volt az idevezető szakasz, akkor ezt kell alatta érteni. Ez itt a pálya. És igen, de ezt mutassuk meg. Akkor mutatom. Igen, hogy... Hogy
hogy ezen, a, ezen kellett átmenni. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk. Igen, én sem gondoltam volna, hogy ennyire elmondom. Vonalbejárásra. Most egy közúti híd alatt vagyunk elvileg, és akkor az, az meg ott egy gyalogos. Hát. De gyalogos, hát csöndes az a közúti híd, van ezen még forgalom? Szerintem nincs. Nem úgy tűnik. Eddig egyik híd sem úgy tűnt, mint a bármi forgalom lenne, mert szerintem nem jár itt a kutya se. Viszont ott van egy feljáró. Aha, egy lépcső. Uh-huh. Itt ki lehet szállni. Kilépsz, hagyj fel minden reményel. Lelépsz mindegy. Hát csak ki tudja, hogy hova lyukasz ki, mert valószínűleg ugyanúgy az erdőbe. Ah, de jó lesz a lábi fogni. Na, menjünk. Egy... Hát, de most mit lehetne ezzel kezdeni még, hogy szétszedik és átviszik máshova, de az, az nem működne. Nem, hogy itt nem kéne hagyni a vasútvonalat. Hát igen, nem kéne hagyni a vasútvonalat, az igen, oké, de... És ezt nézített. Találtunk a híd alatt egy vágányt. Ez nem ide kapcsolódik. Nem. De ebből a vonalból ágazott ki. Hát valahol igen. Valahol itt volt a fiát. Az a vágány, azon én még filmeztem is volna. És itt egy mávszabványú vödör. Kettő is. Vonatpótló vödör. És ott egy Lego bunker. De ezt hogy használták ezt? Hát egy útátjárónak a maradványa. Bassza meg, itt meg egy luk, amiben beleléptem. Hát itt valószínűleg mikor az a híd épült, akkor szűnt meg ez a szintbeni kártyáró. Igen, hát itt már lakóházak is vannak. Ez már valami keletvárosi rész lehet itt a Pécs határába. Amikor építették ezt a vasútvonalat, az volt benne nagyon drága, hogy ki kellett sajátítani a magánterületeket, mert egy jelentős része kanyargott a városon belül. Hát azért. És alig lehet ikertferegni a városból, mert Pécsi-Szabolcs, vagy Pécs-Szabolcs, vagy nem tudom, hogy hívták azt a részt, amelyik most Pécs felső, de egész odáig Pécshez tartozik. És onnantól is Pécs vonzás körzete az egész. Hát azért épült az egész 64-es ilyen ökölhugyozás vonalvezetésben, mert én kisajátítás nem sokat foglalkoztak, tehát mentek arra, mert lehetett. Jó, de hát régen az ökölhugyozás igen. Az nem számított. Tehát hát nem az volt a lényeg, hogy hamar elkészüljön. Hát az akkori műszaki paraméterek alapján ez teljesen reális hát volt. Hát azért, mert hogy kellett, nagyon-nagyon sürgősen szükség volt rá, és hát akkor vitték arra, mert lehetett. Tehát valaki nem engedte a földjét, akkor kikerülték. Csak akkor minél hamarabb elkészüljön. Na, menjünk tovább. És itt van annak a vágánynak a kiágazása, amit az előbb láttunk. Hát ezt már akkor se használták, mikor még itt vonat járt. És szerintem ennek a iparvágány kiágazásnak volt valahol egy fedezőjelzője, aminek az előjelzőjét igen. Láttuk. És az messze nem Pécs felső volt még, gyerekek. Hát lehet. Hát igen. A másik fedezőjelző. Hát igen, itt tűnik el a gazba a vágány. A váltónak az állítója is ott volt. Látszik az ég kőfogor, és itt van, kiszedve maga a, igen, a váltó. A váltó része ott van. Bizony. Igen, pontosan. Na itt ugye nincs, de ott mellettünk még remek látható. 47 körül járható. És ott volt a váltó állító, az is látszik. Ott volt a súlykörte. És az ennyi ment? Nagyon-nagyon régen kiszedték. Ez ennyi már rajta van? Itt fejből? Szerintem igen. Hát itt fejből. Ugye megnézzük. Aha, itt volt a súlykörte. Na, itt az olyektum. És akkor megérkezünk lassan Pécsújhegyre. Na, itt van annak a váltónak a fedezőjelzője szabadállásba, az az alapállása, és menjünk tovább. És ez itt már Pécsújhegy és a peron. Bizony. Pécsújhely, megállóhely és a peron. Látsz, hogy jön a szám? Nem, ott a kő előtt. Akkor innen jöttünk, és akkor itt vagyunk a peronnál. És akkor mindjárt mutatom, hogy merre fogunk tovább menni. Érdekes, hogy itt, tudod, itt a fénysodonfós átjára volt, és itt volt a vízbelszekrénye, hogy hát ide kapcsoljuk. És
Igen, a legtöbb helyen úszották, hogy leszedelték a fénysodompót, az András keresztet simán eltették azért a tartóvasára a fénysodompónak, itt meg azt is eltüntették. És ott az 50-es szelvény. És hát én nem is tudom, de valahol itt lehetett, hogyha volt. Fénysodompó? Igen, hát valahol itt kellett lenni az út mellett. És van, ahol igen. Itt fenn is van. Hát de itt úgy leszedelték, hogy elvitték még a tartóját is. A beton alját is kiszedték? Ki? Itt volt, nem? Nem tudom. Itt. Ez nekem gyanús. Igen, nem, ez csak egy vakontúrás. Hú, közel van. Fénysorompós vakond. Ja. De hát itt volt a szekrénye, és azt is elvitték. Haladunk ám közben. Csak lassan. És itt van egy bejárati jelző. Haladunk. Ez Pécs felső lesz. Pécs felső bejárati jelzője. Igen. Ez Pécs felsőt mindjárt megnézzük. Kicsit itt már füvesített vágány az megvan, ez mint ahogy látjátok előre. A füvesített vágány, na. Ott van élesen tovább, és akkor lassan mehetünk tovább Pécs felsőre. És akkor arra, erről jöttünk. Várjál, ilyen csörgős hang, az mehet? Pécs felső. Igen, az pont a nagykereki vonalnál mondták egyébként. Még romboltak egyébként. Az ottani emberek, hogy... Hogy, nézd meg. Hogy nem is OSB lapozzák be, mert akkor azért is feltűnik, mert kíváncsiak mi van benne. Tehát hagyták úgy, ahogy van, hogy... Ez volt a vádóterem? Hát menjünk be, nézzük meg, hogy mi volt. Múltkor itt sem lesz, itt volt a hálózság. És ide rejtettem el a simfutót, de... Úristen! Ó, hát itt van azért az állítóközpont. Igen, itt ez az volt a forgalmi iroda. Ez a biztosító berendezés a múltkor még itt volt föl. Siemens Haske. Most már ott van lent. Aha. Hát itt még romboltak. Mert szétdobálva itt különböző iratok. Forgalmi naplótól kezdve minden. Rossz ezt így látni. Ez meg mi? Boltból jó a kannás? Vagy mi ez? Hát ez a forgalmi iroda volt. Ez nem is a vállóterem, ez a forgalmi iroda volt. Ez leltári szám. Ezt még a 152-es vonalon is láttuk, tehát ott a Köncsökpusztai megállóhelynek az épületénél, ami tényleg egy anyavilág közepén van. Onnan legalább 3-4 km közút, és még ott is volt friss leltári szám. De miért nem engedik személyeknek, hogy lapják legalább? Akkor hát az jó kérdés, mert lehetne, akkor legalább karban tartalma lenne. Hosszú hetényt lakja két normális öregember. Pécs felső állomás. Vártam meg a tömörítetlen verziót. Itt vannak a vágányok. Ja, forgalmi irodát azt láttuk. Hát azért nem úgy. Az a pillanat, hányszor átéltem, hogy elmentem ugye akkor a vonatkópiljába. És itt egy fényjelző. Rögtön Pécs felső után a 68-as szelvénybe. De nem működik. Viszont eddig csak alakjelzők voltak. És akkor közben haladunk tovább a pályán. Most éppen bejöttünk a közút mellé. Itt egy fénysorompós átjáró, ami nem működik. Sötét. Ez elment zavarba. És abból az irányból jöttünk, ott van Pécs felsőnek az előjelzője. És haladunk, a pályú állapotok mit sem változtak. 48-as sín, de most már alfa, eddig betonaljas volt, most már alfás. És hát látjátok, hogy haladunk tovább. És ez érdekes egy dátum, mert 5 évvel ezelőtt, de és a megszüntetés után is 5 évvel, vajon mi történt itt? Hát egyébként látjátok, itt most egy darabig egyenes. Úgyhogy megyünk tovább. Ja, tehát, ja, és ősztől még ezek a vaszkok nem lógtak be, azt mondod? Igen, ősztől úgy ki lett pucolva, hogy ezek teljesen... Bár itt még azért nem is olyan rossz a helyzet jelnézve, tehát sokkal szabad a pályákon jártam már. Ennyit számít, hogy ősz óta behajlott, és hogy gondolod-e, mi lesz ebből őszre megint? Hát igen, most nyáron megint beindul. Amiként erről jöttünk, csak hogy azt is mutassam. Ja, az önkéntes PFC az indul. És akkor ott van egy... De viszonylag lehet látni ugye... Igen, egy nagyobb íz, igen. Összehasonlítva azért annyira kultúrát, mert bizonyos személyek gondját viselik. Nem csak én, hanem mondjuk... Igen, és ez itt látszik is. A helyiek is. Ennyit számít. Igen, itt azért ilyen komolyabb gond nincsen a
Hát azért ilyen hatalmas, tehát leszámítva azt a szakaszt, ahol ugye kezdtük, mert az tényleg kriminális volt, hát nem is, hogy ha ilyen lesz végig, akkor nagy bajban leszünk. Egyébként a 78-as szelvénynél vagyunk. Hát azért még a 23-as vagy 230-as még azért menni kell. De haladunk. Azért melyik lesz a következő állomás? Hát Vasas. Vasas, igen. Hát az egy olyan 2 kilométer még. Talán még több is. Ja, hát mindegy, megy. Hát most igen, most leelőztek minket, de nem baj, hát el nem tévednek. Úgyhogy majd megtaláljuk. Mert ugye itt tanulségek azok nagyon elléptek most tőlünk, de nem baj, majd. Majd utolérjük őket, előbb-utóbb ők is meg fognak állni, úgy, ahogy mi is. Igen, ez még a kezdődő, de hát ennél csak nagyobb lesz. Hogyha nem gyomírtózzák le, akkor, akkor ezek még jobban megnőnek. Ennyiben is tiszteletre méltó a természet, hogy olyan ölni akarás van benne, hogy idő mekkora, jövőben már magasabb. Hát már nem embermagasságú lesz így egy-két év után. És nézd meg, hányan nőnek, hányan. Hát ilyenek, amikor Dunafatait jártam be, akkor hasonlók voltak embermagasságúra megnőve. Hát ott is volt egy ketrecart. Hát volt. Nem is kicsi. Itt ahhoz képest az leány. Hát is semmi. Mindjárt csak ezt megnézzük, igen, hogy itt volt egy siklás. Volt egy siklás. De közben majd mutassuk meg a tájat is. Ott van a tévétorony, most látszik. Igen, a pécsi tévétorony. Ami mindenhol uraiat lát képest. Voltam már benne. Jó a kilátás tetejéről. Nézd meg, ez mi? Ez egy behatási eleve, pont volt? Eleve, de úgyis ez egy zsírzó. Tehát itt biztos ismered, hogy itt volt egy ilyen bödön, és amikor jött a vonat, akkor ez megnyomta és akkor zsírozta. Aha, jó, hogy kente itt azért az ívet. És nézd meg, hogy itt ez a fele teljesen el van kopva, ezt már megfordították egyszer. Nem tudom hányas, ez is valami 40-es évekbeli lehet. Csak általában mindig. Hát itt azért kapott az ívbe rendesen, itt az évtizedek alatt. Nézd meg, hogy rá van kövülve a zsír. Ez sem most zsírzott utoljára. Hát nem. Szerencsétlen. Nem sok ilyen siklás volt. Uh-huh. Végig ott szét vannak karmolva talpák. Valami itt kilépett az írbe valamikor. Ott, igen, ott is látszik. Nem mindegyiken látszik, mert közben némelyiket kicserélték. Hát, igen. De látszik, hogy... De azért ott megvan, igen, itt valami kilépett. Kilépett az egyesületből valaki. Hát igen. Valamelyik bézét. Elhagyta a telepet. Úgy látod, ez a jellemző erre a 64-es vonalra, hogy kristálytiszta amúgy. Kristálytiszta. Meg is lepődtem rajta, hogy ahhoz képest, hogy itt már nem jár 11 éve vonat. Az én. Nem úgy néz ki, mint amit 2009-ben zártak be. Hát viszont majd későbbiekben, azért, hogyha majd haladunk végig, akkor lehet látni, hogy amit a népek nem tudnak orvosolni, meg akármilyen jó indulattal próbálják, nézd meg milyen siklás nyomjuk. Próbálják meg őrizni ugye ezt a szeretett vasutukat. Azért a pályasüllyedés ellen nem tudnak tenni. Amennyit a meccióló meg tud tenni, az, hogy néha levág egy-egy ágat, aztán kész. De egyébként amúgy is menthetetlen pálya szerintem. Tehát ezt teljesen újra kéne építeni. Ez egyértelmű, hogy általában, ami már több mint 10 éve be van zárva a pálya, ott tényleg az van, hogy hát ha az alépítmény nem is feltétlenül, de általában ahhoz is hozzá kell nyújni, hogy a felépítmény cserélni. Már még a Budai Békés is olyan, hogy 2007-ben zárták be, de... Szerintem a Budai Békés ezt bármikor lehet használni, sőt, ami meglepett... Esetiként lehetne viszont, de ha rendszeres forgalmat akarsz lehetne csinálni, akkor bizony a korhattalfákat cserélni kell, meg az ellopott heveteleket, meg savadokat pótolni kell. Meg előbb-utóbb ott is cserélni kell majd betonolni. Hát de igazából bontott betonoljákra kell kicserélni a talpákat, és ennyi. Tehát ott azért nagy baj nincsen. 48-as sinek vannak, mert 42-esek azon még simán elmegy a BZ 50-60-nal, azon nélkül. Ami nekem mondjuk pozitív meglepetés az, hogy a Kecskemét Fülöp szállás is mennyire meglepően egyben van. Igen, de azt karban tartják és gyomírtózzák rendszeresen, azt úgy hallottam. Minden vonalbejárásnál előbb-utóbb egy ilyen szúrós vacakba bele kell botolni. Ezt így igazolni, ez egy fél óra szöszmetelés. Az ember fél órát így eltölt, megfogjon, különben össze is szúrkál, meg minden. Csak most nem csináljuk meg, mert ugye megyünk, mert Andrissék mennek elő, de egyébként ezt végig ki kell menni. Hát igen, és így is állandóan le vagyunk maradva. Igen, tehát ez a... Végül is, hogy...
hogy így az önkéntes PFT az lemarad, mert a többiek azok csak mennek, mi meg itt azért... Vagy hát legalábbis főleg inkább te, én csak videózok, meg lelki támogatást nyújtok. De hát felkészültem meg metszőolóval, meg mindennel, meg fűrésszel, meg egyebekkel jönnek ilyen vonalbejárásokra. És közeledünk a 6-os út felüljárójához. Itt lesz mindjárt az ív után. Akkor csak előre. Ez a másik nagyobb műtárgy. Jó, most már akkor itt vagyunk. Átmegyünk a út fölött. Itt a híd a 6-os út felett. És hát tovább akkor Vasas fele. Még jó, hogy ez a híd nincsen lezárva. És alattunk a 6-os út. Az pedig ott már szerintem egy jelzőnek a maradványa. És csak ott előre. Igen. Valaki nagyon keres, de mindegy, most ráél. Van egy balos ív, aztán utána egy egyenes, és az már Vasas. Igen, ez, akkor aztán valószínűleg az előjelző volt, nem? Ami ott. Csak már hiányzik a... Nem. Igen, az meg egy pályatelefon, az a méhecske színű. Igen, az az szokott lenni. Mézga csatlakozónak a helye. Rendes, hogy frissen festetik, bárhány nem értek. Főleg, hogy nem is nagyon használnak már sehol mézgát. Mert hogy valószínűleg nem is működik már, mert ugye a kábelek sincsenek meg. Meg hát ugye, ha mindenkinek van mobiltelefonja már, szóval Dalazsakon kívül senki nem használja már ezeket. Létezik, hogy így megőrizte a színét tizenvalahány év alatt? Hát lehet. Egyébként ott van és látszik is, hogy a mézga csatlakozó. Ugye óvatosan közel is felé, mert lehet, hogy dadasak laknak benne. De egyébként ott látszik, azt elvágod, akkor rögtön látszik, hogy ott van a mézga csatlakozó, tehát a vonalbejáró az oda csatlakoztatja azzal a távbeszélő eszközét, és akkor tud értekezni. Hát azt hívják mézga csatlakozónak azt a... Igen, ott van. És ez pedig itt egy alakjelző volt fénykorában, csak hát a jelző részét eltüntették, az árbóc még megvan, csak full rozsda. Hát ez az előjelzőhöz ment. Ez a vonóvezeték található, az ezzel kezelték ezt a hát előjelző, főjelző, vagy hát lehet, hogy főjelző volt egyébként. Az a baj, hogy az oszlop rá van írva, hogy micsoda, csak már annyira rozsdás, hogy nem látszik. És akkor csak ott van még egy ív. Na közben akkor mindjárt megnézem, hogy ki keres ennyire. Nem mondod? Azt mondta, hogy ez még itt összejárhatatlan volt? Ugye nem látszott teljesen. Vagy nem látszott ki a váltó, meg a sín. Hát jó, váltót kibelezték, ugye hát az állítómit, meg a többi. Az életében ki volt szögelve. Ezt ma akkor nem használták szerintem. Tehát ki van szögelve. És egyébként Vasas állomáson vagyunk. Közben. Hát ez egy kétvágányos állomás volt? Igen, ennyi. Három. Három? Három, de... Ja, akkor lesz még egy váltó valahol. Mert eddig csak kettő volt. Igen. Jó, hát menjünk tovább, aztán majd kiderül. Igazából most előttünk az egész nap, úgyhogy nem sietünk sem erre. Igen, végül is jó döntést hoztunk. Hát nincs, amit kiessünk. Tényleg annyira ideális a nap. Igen, most az, hogy itt azért... Hogy Andrisék előre szaladtak, az egy dolog, de kocsival vagyunk, hát Andrissel éltünk, úgyhogy bármikor is... Csak vissza kell mennünk Pécsre. Andrés, odalép. Na, a biztonsági határjelzét. Nem tudom, és igen, és tényleg három vágányos, itt volt még egy váltó, és itt ágazott ki. Még egy vágány. Sőt, kell, hogy legyen még egy befelé arra, ha jól emlékszem. Nem biztos, hogy igen? Emlékszem. Az biztos, hogy ez az átmenő. De ha jól emlékszem, már pedig azt hiszem, hogy igen. Még bal irányba is kell, hogy legyen. Megnézzük. Fa az ülszelvénybe. Valami jó két lélek a 6-os újra festette rajta, mert az már rég lekopott volna. Mondasz valamit, mondjuk igen. Senki, hogy az megmaradt az a 6-os ezóta. Hát azt lehet, hogy cserélték rajta, viszont igen, ezen még megvan az állítom, a jelzési kép, viszont
De ez is ki van szögelve. Az egész állomás területén, hogy valaki kivetné meg, meg ott vannak fák kérettére. Sőt, ahogy itt azért mondta Andris, hogy ugye azt mondta, hogy már csak Pécsfelsőn volt szolgálat. Tehát én azt el tudom képzelni, hogy nem is voltál, tehát itt egyiket sem használták keresztre, meg semmire, hanem Pécsfelső volt az utolsó. Pécsfasas állomás, csak hogy nézzétek, meg itt megvan a felvételi épület. Nézzétek, zoknicsitok a meleg tömöt. A sült zokni. Vegy sült zoknia, mert már zoknit cseréltem, most szürkében vagyok, mert hogy már untam, hogy tocsogok a vízbe, kicsit kiszállítottam, most ez már vizes megint. Egyet ide eljöttünk, hogy szépen néz ki. Nem fog ez szétesti Pécsvárad itt? Ismét. Igen, vasast elhagytuk, és van itt egy híd. De megyünk tovább. Rendületlenül tovább a következő állomásig. Hát itt most jön egy egyenes szakasz, úgy látom. Egyébként amikor voltam Mátra Ballán, az a például az, mondom, az is egy olyan hihetetlen festői. De azért... Az a Mátra Mincenti, ami ott hát, ott... Igen, az szép volt. Na itt vagyunk a következő útátjárónál. 115-ös szelvény. És megyünk. És megyünk tovább Kilt felé. Hát még igen, egyébként itt van a sín, csak itt viszont nem látszik ki az útból. Ez a legelhatóbb. Igen, ez, itt. Itt, ez. Tehát ez az egy. Na közben haladunk az átjáró óta. Tehát valahol a 105-ös szelvény körül lehetünk. És itt lesz egy megállóhely, ha minden igaz. Legalábbis még mintha peront látnék. És akkor ez a hirdi megállóhely ezek szerint? Hát úgy van, hogy Vasas kötője hird. Aha, akkor most ott vagyunk. Igen. Meglátjuk. Azt hiszem, hogy ebből avodát csináltak. Ebből az épületből. És közben itt, jó van. Az mindjárt kiderül, hogy mi volt. Ezt megnézzük. Pécs, várjál. Nem, ez egy iskola. És ez volt a megállóhely épülete? Nem, az kicsit arrébb van. De itt volt a peron. Hát aki ide járt iskolába, annak jó dolga volt, ameddig ment a vasút, mert itt leszállt a vonalatról, és már ott is volt. Nem kellett sokat gyalogolni. Az biztos. Jó, hát ez nem bírjaképés váladik. Ez nem. Jöhet a szikszalag. Jó. Valahogy összeheftelünk koklányom. Hát pés váladik, ki kell bírnia. Vagy mezítláb folytatod a túrát. És ezt érzéte. Ez a régi potyantós WC épülete. Ez a férfiaké. És itt van a megállóhelynek az épülete. Látjátok, vasas hír. És itt volt valószínűleg forgalmi iroda, vagy nem tudom, mi lehetett itt, hogy nem. Lehet, hogy itt régebben volt szolgálat, és menesztés is. Ezt már mindjárt megérdeklődöm, és egyébként úgy lehet tűnik, hogy ez lakott, mert itt a Hirdi Polgáró Egyesületnek a székháza van itt. Meg Csömör, a Csökör, azért Lajosnak egy emléktáblája. Itt látjátok, itt volt egy kitérővágány, amit már szintén felszettek. Itt voltam. Az még itt volt? Igen, kijavítottak, hogy ez nem felszámolt bányavasúti kiágazás, hanem csak egy tolatóvágány, egy kitérés. Mm. Majd a hosszú lesz a kiágazás, az majd ezután lesz, mindjárt. Majd a tenner után. De itt volt egy kitérővágány? Nem hiszem, mert ez ide jött valahova. Tehát vagy fedezővágány volt, vagy tolató. Nem, ez ment valahova. Igen, tehát itt nem volt állomás korábban. Igen, és akkor igen, na közben kiderült, igen, mert ugye azért Besvége még emlékszik az utolsó napra, hogy itt egy tekerős sorompó volt, és még a nyomai is megvannak, igen, és itt a másik, ez a tartó része, tehát itt volt a sorompó, és ide lett leengedve. Ez, tehát itt volt a sorompó hajtóműve, igen, megvan, itt volt a hajtómű, innen lehetett tekerni. És a túloldalt is, ott van a sorompónak a tartója. De ott már a villa nincs meg csak. Igen. Hát gondolom, hogy amikor megszüntették a vonalat, ezt akkor számolták fel a sodompót is. Nem. Na akkor ezt megnézzük még. És elgurulna rajta. Hogy itt van egy kiágazás, vagy egy kiágazás. És ezáltal 2009-ben még megvolt, de itt ez nem egy kitérővágány volt, mert az épület mögé ment be. Ez valami iparvágány kiágazás itt. És itt van egy kiágazó iparvágány, meg egy híd is volt. Gyalogos.
És itt megy még egy vágány valamelyre. De itt az eltűnik a gazba. És micsoda hatalmas műtárgy, ez csak egy földút van itt. És egy földút, érted? Hát azért, hogy magasan van a töltés, azért is kellett. Inkább. Akkor a töltéseket összehordtak talicskával. Nem pont a földút miatt épült szerintem ide ez a híd se, hanem... Hát ugye... Magasan van a töltés. Hát egyébként itt látszik a földút. És erről jöttünk. De haladunk egyenesen tovább. És ismét egy erdei szakasz. Ezek a legszebb szakaszok egy vonalbejárásnál. Pedig megyünk az erdőbe. Haladunk előre. És ott van még egy híd, na azt majd közelebbre megnézzük. Ja, ahol híd van, ott szemét is van. És megint ez egy nagyobb híd, ez már közúti. Ez a szomorú, nem más. Á, igen, hogy itt meg... Jó, hát ezeket a hídról dobálják le. Jó, nézzük a jó oldalát, még kevés van. Hát igen. Van, ahol kidobják még a fürdőkádat is. Hát igen, mert ide nagyon más nehézét, hát ide nem járnak. Hát itt azért szépen azért itt alkottak a művészek. Mondjuk inkább itt éljék ki a művészi hajlamaikat, mert itt annyira nem zavaró, mert nem sokan járnak ide. Alját, hogy itt azért a folyatokat, meg az egyéb vonatokat fülkárgatják össze. Ja, akkor a 0 km-es szerelvénye rajta van már a tag. Hát azon is igen, már a kiszt is megtalálták. Hát én István telken, meg ilyen helyeken állandóan kibejárkálnak, meg a Vácon is, mikor éjszakára félreteszik. Nekem van mesztisek, azt mondták, hogy totálisan félreértik őket, mert ez a tisztelet jelek. Tehát, hogy ő megtiszteli a felületet azzal, hogy oda tegel. Azzal, hogy itt az émilliós károkat csinál benne, hát azzal nagyon megtiszteli. Meg, hogy ez művészet. Csak... Hát az mondjuk igaz, hogy művészet, de hát nem oda való. Tehát most és olyan helyre művészkednek, ahol még szépen, és a tárnoki aluljárót is milyen szépen megcsinálták. Ez a kis firkálat, ami éppen csak egy akármi, az a tag. Hát az a semmi, az egy három betűs valami, az nem művészet, az csak annyi, hogy egy fűszólal oda firkál valami három betűt. Szerintem valami olyasmi, mint amikor az a kutya oda visz. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy amikor minden villanypózát lehúgy az a kutya, hogy megjelöl a területét. A graffiti az más, ott az egy igényes, ez azt megtervezik előre, hogy milyen legyen, nem csak úgy oda azért baszok három betűt, ja, aztán lesz. Néhányan azt gondolják, hogy graffiti művészek. Ilyen suhansz gyerek, aztán ők állítják. Hát igen, de a graffiti meg a tag az teljesen más. Tehát régebben a graffitisek is ezért vadászták a taggeleket, meg verték is, amikor hát éppen belerondítottak a rajzaiba. Minden író alkoholista, de nem minden alkoholista író. Pontosan. És annyira csikorog a karistolag, gyomkarima. Tehát itt rendesen, hogy mondják ezt a szóval, hogy közben 137-es szelvény. Tehát itt azért karistolt rendesen. Na, vannak durva íve. Hát erről jöttünk. Ja, szikszalagozni kell? Szikszalagozok, igen. De lekéri magát. Az ilyen MacGyver felszerelés. MacGyver és mindig ezért rugós bicskával, meg szikszalaggal dolgozott. Zekvárbomba, mi? MacGyver. De hát az atombombát is csinált MacGyver egy rugós bicskával, meg egy szikszalaggal. Nem, de egyébként volt egy ilyen rész benne, a budapesti tolvaj, amit Budapesten vettek fel egy részét, meg ott is játszódik, ahol összekever egy zaskó sót, meg cukrot, és abból csinál a bombát. Na, lesz egy év mindjárt, és akkor majd meglátjuk, hogy milyen utána. Meg hát eddig egy emelkedő szakasz volt most már, aztán átmegyünk lejtbe. Igen, ez már lejtmenet lesz. És jön egy gyönyörű egyenes szakasz, ha jól emlékszem, de lehet, hogy most, de lehet, hogy még egy pár év után, nem tudom. Meglátjuk, hát mint amikor múltkor ezért... Az egész meg. Ezért beskívem, amikor bejártuk az alajvéhozat, és akkor hát lesz majd két híd, a folyón azt a hídtalán, jó, hát lehet, hogy még se kettő volt, hanem öt. Kettő, meg még vagy 22. Nem, hát összesen öt híd volt, mert aztán utána még jött még három. Hát rosszul emlékeztem, volt itt több is. Egyébként én azt hittem, hogy sokkal dzsungulyosabb ez a vonat. Hát én is azt számítottam, mi azon is, hogy 2009 óta nem ment vonat, hát én is arra gondoltam, hogy itt
azért nagyobb bozót halsz lesz, de nem. Távíró póznák és itt még megvannak. És hát itt egy hosszú egyenes szakasz van megint. Ott ameddig a szem ellát egyenes. Itt vagyunk a 148 szelvényben, van még 8 kilométerünk Pécsváradig. És így hamarosan indulhatunk tovább. És itt vagyunk valahol a 160-es szelvény közelében, és vége a hosszú egyenesnek, ott van egy ív itt. Kicsit már gazosabb a pálya, mint látjátok. De haladunk rendületlenül előre. Az első semmi, hogy van egy labirint korlát. És szerintem lassan hosszú hetényben vagyunk. Hát minden esetre haladunk. És ott van egy ív megint. Még utána lenne csak hetény. Nem, szerintem itt lesz valahol. Aha. Itt volt a világítás, meg szerintem a peron is valamikor. 169-es szelvény, hát 16 km-re írta, úgyhogy már itt kéne, hogy legyen. De itt van, ez hosszú hetény. Itt a felvételi épület. És látod, ez is leltárban van véve, ott van rajta a mávos leltár. Semmi. És nyitva van. Ott egy macska. Na, szia macsek! Lehet, hogy nem hoz szerencsét, mert fekete. Na, és vét egy újabb szakasz. Az ív után. És hát haladunk most már Dombai tó fele. Hát még egy, körülbelül másfél kilométer. Meg a giga csalánok. Úgyhogy... Na, csak mutattam a felvételen is, hogy ilyenek is vannak. És itt egy hosszabb egyenes, de itt már nagyobb a gaz. Eddig egész jól megúsztuk, gaz nélkül itt már van. Sőt, itt már csontok is vannak, különböző állatok csontjai. Úgyhogy, hajrá! Kérdés, de akkor most ismét egy kevésbé gazos részt fogunk érni. Meg egy ívhez. Hát, nem tudom, hogy pontosan hol járhatunk, szerintem valahol a 190-es szelvény környékén, de nehéz most már pontosan megmondani. Ne. De haladunk, tehát egy max 4 kilométerre satszolom még a befutót. És a Dombai tó is itt kéne van már valahol legyen. Úgyhogy mindesetre legyünk tovább aztán. Ja, itt van 192-es szelvény. Dombai tó az meg a 200-as környékén van valahol, szóval még van egy kicsi. Dombai tó megállóhelyre figyelmeztet, és van itt egy pár hűtő kidobálva. És közben haladunk. Tehát valószínűleg egy olyan 500 méteren belül megérkezünk Dombai tóhoz. Dombai tó megállóhely előtt vagyunk. Igen, itt vagyunk, most itt lesz a Dombai tó, és utána Pécsváradjunk. Itt az íve, tehát innen körülbelül egy olyan 3 km lehet még. Azért mondom. Úgyhogy szépen vagyunk, csak nézzük. Azt menjünk, a tojatováti tóvatosan. Oké, okay, menjünk. És megérkeztünk Dombai tó megállóhelyre. Itt a peron. Itt a... És ott van a, így, egy átjáró a megállóhely végén, és következő az már Pécsvárad lesz. És ha minden igaz, itt van egy esőbeálló is. És akkor tovább Pécsvárad fele. És úton Pécsvárad fele, ez már a címegyenes. Itt is valami állatnak a maradványa. Dombai tónál már nem volt meg a megállóhely épülete. Itt volt egy esőbeálló, legalábbis én az emlékeimben úgy volt, hogy de nem találtam meg, úgyhogy valószínűleg azt elbonthatták. 2009-es felvételeken még ott volt. És közben, akkor már, ez már befutó lesz Pécsvárad fele. Itt még lesz egy ív a pályába. Úgyhogy, akkor megyünk tovább. És itt a következő ív után van egy pályasüllyedés, itt a 206-os szelvény környékén. De hát ez érdekes. És akkor itt
csak előre. És ott még egy felüljáró is van, megint, vagy egy híd. Azt is meg fogjuk nézni mindjárt. Hát innen jöttünk, most már közel vagyunk egyébként Pécsváradhoz. És van itt egy raktár, aminek van saját iparvágánya. És ez itt a bejárati jelző. Ez már bizony Pécsvárad, úgyhogy remélhetőleg már tényleg közel vagyunk. 217-es szelvény, és valahol a 220 és a 230-as között van Pécsvárad. És mindjárt besötétedik, addig nem ártana beérnünk Pécsváradra. És itt ágazik ki ott az iparvágány ott az adaktár épülethez. És ez már lassan Pécsvárad állomás. Vagy lehet, hogy ez az a jelző csak ezt fedezte? Azt nem hiszem, mert volt alatási határtábla is, tehát már tényleg itt kéne lennünk. De én nekem van egy nagyon jó észrevételem, hogy azok a fák, amik rádőltek a pályára télen, amikor voltak ezek a hülye viharok, nem voltak ott, tehát valakik összeszedték, és itt ezen a váltón is látom, hogy valakik pucolgatták, gondozgatták, úgyhogy köszönet nekik. Hát igen, na ez mindesetre jó hír. Köszönet, hálás, köszönet. Akkor itt még valószínűleg van valami PFT tevékenység. Szerintem ilyen magunkajta. Önkéntes PFT, de legalább van. Igen. Ezért vigyáznak valamennyire a vonalra, és ez jó. Különben voltam a zsongba készülve, hogy hoppá, fűrész megszóló, az bőrönyben meg. És szükség lehet rá aztán. Szerencsére azért nagyon nem kellett. Ez is sokkal gyuvásabb volt. Hát jó, az egy kiszolgált váltó, ezt mint látjuk. Mindegyik azt szerintem. Igen, hát persze, ez már a bezárás előtt élebeszédnek kiszolgálték az összeset. Nem volt ide már elforgalom, abszolút. Na közben jövünk, csak Pécsváradot nem találjuk. Már jöttünk vagy egy kilométert a tolatási határtáblától is, meg a kiágazó váltótól is, és még mindig nincs sehol. De hát megyünk tovább, aztán majd meglátjuk, előbb-utóbb csak meg lesz. És még egy híd. Még ez már biztos, hogy Pécsváradnak a belterülete. Úgyhogy haladunk ám rendesen, csak... ez még... Ezért érdekes, hogy a bejárati jelzőtől is ennyire messze legyen egy állomás. Tehát már több mint egy kilométert jöttünk a bejárati jelzőtől, és aztán mindig nincs sehol. És megérkeztünk közben, ez már Pécsvárad. A váltókörzet, és ott a felvételi épület is, úgyhogy haladunk előre. És beértünk Pécsváradra, hát arrafele menne tovább a vonal, de ott már... Megy is csak? Hát megy is csak, nem látszik ki a gazból. És itt van Pécsvárad, a felvételi épület. Mindenki friss és kipihent, mosolygós, 20 km séta után, ugye? Főleg a cipőt. Megcsináltuk. Ja. Ja, igen, mutasd a cipőt. Amíg sok pár nem látszik belőle, de azért megmutatjuk. Hát gondolom, hogy te kamerádon sincs reflektor. Jó, hát, na az enyém még bírja, aksival is. Van zseblámpa. Fényképezőgépemben is van memóriakártya, de most az elég itt. Tehát... ez elég, szóval akkor sikerült a tervet teljesíteni. Figyelj csak, van egy javaslatom. Bementünk Pécsváradra. Gabi, ennyi. Figyelj.